A hazai pályán még veretlen Budafok otthonában jól kezdtek a cápák, az első negyed végén 14 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A második 10 percben újabb 6 pontot tettek hozzá előnyükhöz a vendégek, akik a nagy szünet után is pont erősen játszottak. A záró negyed előtt már 37 ponttal vezettek Busivánék, a hazaiak csak egy keveset tudtak kozmetikázni az eredményen, így a Blue Sharks magabiztos sikerrel növelte 9 meccsesre bajnoki győzelmi sorozatát. Lehet, hogy kicsit nagyképűnek fog hangzani, amit mondani akarok, de alapvetően ez az igazi arca a csapatnak, és azt szeretem, amikor így látom játszani a csapatot. Ha koncentráltak, és megfelelőképpen odafigyelnek a mérkőzésre, akkor tudnak így játszani. Természetesen van egy jelmondatom, és a fiúk ezt már unják, de most is érvényes ez a jelmondat az, hogy amikor nyersz, akkor soha nem vagy olyan jó, ahogyan képzeled, de amikor veszítesz, akkor sem vagy olyan rossz, ahogyan azt érzed. Most nagyon örülök annak, hogy nekünk az első részét kell magunkénak tudni, és figyelnünk kell arra, hogy nem szabad elszállni azért ettől az eredménytől. Egy nagyon jó mérkőzés volt, jól sikerült, jól dobtunk, megfelelő koncentráltan támadtunk, védekeztünk, de ezen a mérkőzésen azért minden sikerült, és ez a különbség ezért alakulhatott ki. De még egyszer mondom, azért képes erre a csapatunk, és nagyon örülök annak, hogy ez a mérkőzés nem lett olyan nehéz, mint ahogyan számítottunk erre. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Ese Vasas Akadémia 99-71, Budapesti Honvéd TF Budapest 82-75, MAFS Salgótarján 86-58, Baja PVSK 104-80, Veszprém Nagykőrös 93-66 és MEAFS Miskolc MTK Litbasket 102-72. A tabella élén a Veszprém áll 10 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyházát. A kék cápák az év utolsó hazai meccsén a MAFS csapatát fogadják. Nem szabad egy másodpercig sem elszállnunk, viszont az sem lehet, hogy egy 9-es nyerő széria ne adjon nekünk önbizalmat. Önbizalommal kell pályára lépnünk, viszont a MAFS-szal mindig éles csatákat vívunk, hogyha a kosárlabdát szerető emberek figyelik, akkor ők tudják, hogy milyen múltra tekint vissza. Az én személyes küzdelmem is már a 90-es évek elejére, hiszen akkor küzdöttünk még az NB1-ben az NB1 A csoportba való jutásért, akkor ők jutottak föl, most ugyanúgy küzdünk, és ugyanúgy egymás ellen harcolunk. Remélem, hogy ezen a hazai mérkőzésen meg tudjuk mutatni ugyanazt az arcunkat, mint amit Budafokon mutatott a csapat, és egy jó mérkőzésen tudunk győzni, de mindenkit óvaintek attól, hogy azt higgye, hogy ez egy nem nagyon kemény és küzdelmes mérkőzés lesz. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks MAFS mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig pénteken 20:55 perctől láthatják a találkozót.